mi történt itt a végén, mert azt hiszem ennél izgalmas a forgatókönyvet nem is írhattatok volna. Hát szerintem ezt nem csak te gondolod így, szerintem mindenki, aki itt volt a csarnokban és aki ott van a tévé előtt. Hát én azt gondolom, hogy amit szoktam mondani, hogy maximálisan büszke vagyok az egész csapatra, hogy megmutattuk, hogy nem adjuk fel, és hogy megyünk előre, és hogy mekkora erő is lakozik bennünk. Nagyon végtelenül büszke vagyok mindenkire. Fel tudod idézni az utolsó perceket, hiszen hárommal ment a Flensburg, sokan már talán azt gondolták, hogy jó, hát ez elment, de hát megmutattátok, hogy nem ment el. Igen, hála Istennek, nagyon sokat köszönhetünk a szurkolóinknak, ezt külön meg kell említenem, mert tényleg a 8. játékos voltak ma itt, olyan hazai pályát teremtettek, amire azt gondolom, hogy büszkék lehetünk Európa szinten, és ez annyira itt előre a szívünket, lelkünket, hogy valahogyan sikerült igazándiból. Erre nagyon magyarázatot most én sem tudok adni, de hála Istennek ez lett az eredménye. Most erre nehéz szavakat találni tényleg igazából. Én ilyet még nem éltem át, meg szerintem ilyet még senki nem élt át a csapatból. Igazából egy igazi katarzis is volt. Hát annyit tudok csak mondani, hogy tényleg ott volt a végén a szívünk a pályán, és az utolsó leheletünkig küzdöttünk, és hát ez lett szerencsére a vége. Ha őszinte vagy, akkor te még bíztál abban, hogy ez vissza lehet hozni háromra? Nagyon kevés volt az idő. Persze, de a sportban minden megtörténhet, igazából hasonló példákat már láttunk, most nagyon jó, hogy átélhettünk egyet, és ezért küzdöttünk, mert ez volt az álmunk, hogy itt most történelmet írjunk. Igen, ott volt a norvég-spanyol meccs példája, hogy bizony el lehet venni passzivitásért a labdát. Ilyenkor mi küzdhetünk, de bíznunk kell a bírókba is, hogy ők ezt meglátják, hogy tényleg jó ítéletet fognak fújni, és mi ezt megtettük, küzdöttünk a végéig, és szerencsére ez elég lett a továbbjutáshoz. Amikor Bognár Alex belőtte a gólt, azok a pillanatok megvannak, vagy most így hirtelen nem tudod felidézni? Kirázott most is a ideig igazából, annyira emlékszek, hogy rohantam a szurkolóinkhoz, mivel nélkülük ez nem sikerülhetett volna, írtó jó hangulatot teremtettek, szóval innen is szeretném nekik megköszönni, hogy ilyen teltházba játszhatunk. Hát végtelenül volt, egyből szaladtunk ki ott, akik a legközelebb voltunk a szurkolóinkhoz, és tényleg együtt ünnepeltünk. Jól láttuk, akkor egy kicsit azért megnézték a bírók, hogy időben volt a gól, azt láttátok, érzékeltétek? Nem, mert én biztos voltam benne, hogy időben volt, mert pont fölnéztem akkor, és láttam, hogy ez nem lehet nem gól, ez nem vehetik el ezt az álmot tőlünk igazából, tényleg csak ez járt a fejembe, hogy megcsináltuk, csak ez. Hogy látod az egész mérkőzést, azért az első fél után nagyon bizakodók voltunk, a szünet után aztán meg pláne, ott mentetek öttel is, és ott mi történt pontosan, hogy miért tudod visszajönni a Flensburg a mérkőzésbe? Így van, hát az első fél idő szerencsére nagyon sikerült, itt vérszemet is kaptunk, én úgy gondolom, és megéreztük azt, hogy ez a mérkőzés tényleg meg lehet. A másik fél időben kicsit elfáradtunk, és leállt kicsit a támadójátékunk, de azt gondolom, hogy ezt tényleg a küzdéssel tudtuk egyensúlyozni, és a végére sikerült egy X-et kiharcolnunk ellenük. Mit jelent nektek most ez, hogy az első évetekben az Európa Ligában tovább tudtatok jutni? Az álmunk folytatódik igazándiból, mi az egész Európa Ligának úgy álltunk neki, hogy ez nekünk egy ilyen örömjáték, hogy a tavalyi szezonnak a hozadéka, hogy tavaly sikerült ezt kivívnunk. Idén elindultunk, azt mondtuk, hogy álom nekünk a csoportkör. Aztán a csoportkörben itt a tavaszi szezon túl kezdtük el, hogy már tényleg mertünk nagyobbat álmodni, és hál' Istennek ez az álom, ez folytatódik.